A Gyöngyvirág és az Ortutai utca között elterülő Gyöngyvirág lakóparkba új szabadtéri kondigépeket adtak át a lakóknak. A bárki által szabadon használható eszközöket a Bonifer Domonkos Általános Iskola tanulói egyből ki is próbálták. Szeged város önkormányzata 1,5 millió forintból bővítette az itt található kínálatot. Abban bízunk, hogy napközben délelőtt főleg az iskolások, délután pedig az itt lakók használhatják ezeket az eszközöket. Tavaly kezdődött az első ütem, és akkor megfogalmazták felnőttek, kis idősebbek, hogy számukra könnyebben használható eszközökkel bővüljön ez a liget. Erre most sor kerül, tehát új eszközöket hozunk ide. A gépek lényege, hogy aki használja, az saját testsúlya dolgozik rajta, és a mozdulatok is könnyen elvégezhetők. Milyen nehéz ez a feladat? Nem, könnyű. Csak hozzá kell szokni. Nem voltam még itt sokat, de tetszik amúgy, igen. Nem tudom, mennyire megerőltető a lábad. Hát, erőltetem. A város több pontján is üzemelnek hasonló, ingyenesen, könnyen igénybe vehető szabadtéri kondiparkok, és most már a Gyöngyvirág lakópark gépkínálata is változatosabb lett.